Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Semmi Komoly, mai vendégen pedig Zsédenyi Adrián. Szia! Szia! Más néven Zséda. Nem is tudom, melyiket kell használni. Mind a kettő. Mi, mi, a hivatalos? A, hát a hivatalos a Zsédenyi Adrián. Az van a személyigazolvány. Személyigazolvány a anyak, személyi be igazolvány, be igazolvány Zséda. Igen. Mert, mert annyira a Zséda beégett mindenkinek, és ugye mi is úgy hirdetjük a közös koncertünket, a Zsédenyi Adrián. Ugye ez a, ez a név, ez teljesen a... Én ezt így hagyni szoktam, hogy, hogy ki hogy el mindenki. Igen, ki hogy érzi. Hát a, a Zséda ugye az akkor született, amikor, amikor az első szóló lemezem. 2001, 2002. 2002. És hát én szeretem, mert egy, egy, hát most már egy női névként anyakönyvezhető. És ezt, te, mi Igen, olyan igen, olyan igen. Teremtettél egy női nevet. Igen. Na, hát ez már komoly. Ez, az, az, azt nem tudom, hogy itt, tehát határon túl képzeld már, már lehet, azt nem tudom, hogy már itt is, de nagyon sokan kérvényezték, úgyhogy szerintem előbb-utóbb. Senki nem profita a saját hazájába, hát, úgyhogy előbb külföldön lesz a Zséda. És, és én, én nagyon szeretem, egyszer egy ilyen energiás ember mondta, hogy, hogy ezért megváltozik az aurám, hogyha Zsédaként szólít, meg hogyha Adriként szólít. Tehát persze a családom, meg a barátaim, ők Adriennek hívnak. De van, aki így lezsédázz, így simán, <laughs> úgyhogy az is működik, hallgatok rá bármi. Bármi, bármit mondhatok. Azt akarom kérdezni, hogy mi van a hmm. szentesi gimnáziumnak a menzáján, mit osztogatnak, mert te most már a harmadik vendégem vagy, aki szentesi Orvát gimnáziumból jött, és ilyen szuper embereket termel ki ez a gimnázium. Jó, ez egy hírneves gimnázium, tehát azért, de mondjuk a pápa is elég hírneves, hogy ez egyrészt hogy jött, hogy, hogy szentes, szentesen végeztél, és milyen Nem, én, végez, nem ott végeztem, de, végül is, de két évet jártam. Hát amikor én kerestem a, a középiskolámat, akkor ezt Találtam a felvételi tájékoztatóban, irodalom drámai tagozat, és egyszerűen így valami mágnesként vonzott. Utána kezdtem olvasni ö, róla, és ö, ugye bácskai Miska bácsi indította ezt a tagozatot, és ö, és hát nagyon-nagyon komoly tanár Gárda, és hát vonzott a, a, a tehetségeket, úgyhogy hogy eszméletlen jó ö, közösség alakult ki. Most így a menzáról azért ö, az is fontos helyszíne egyébként az iskolának, Abszolv. mert ott ugye be kell vonulni, és emlékszem, amikor oda kerültem, mint gólya, akkor ott végig kellett vonulni, hogy a, a mindenki előtt, és hát akkor ott, ott már, már mustrálnak a, a nagyobbak, és én emlékszem, akkor én még azért nem drámaisnak néztem ki, hanem de hát ugye volt egy ilyen drámai stílus, ez a, ez a, kicsit ilyen, ilyen her uh -huh. egyetemista, nagy szoknyák, mindenféle ilyen, ilyen kézműves kiegészítők. Igen, hát igen. Tehát akkor én még nem úgy néztem ki, mint egy dráma is, mert akkor éppen én a Dirty Dancing korszakomban voltam, hmm. úgyhogy én pink tornacipőben és pöttyös, ilyen... Csúhogos nagy szokás. Igen, tehát ami pörög. Tehát a... igen. <laughs> abba vonultam be is. a szoknya nagyon... kontra a pöttyös pörgős. Igen, de aztán kellett két hét, és már, már beolvattam. És hogy... megvetted a batikolcoknál meg, meg, hát ez ilyen turi, ezt, ezt a szettet nagyon gyorsan össze lehetett állítani, úgyhogy... Szóval ez a szentes iskola azért, ez, most azt mondtad, hogy a felvonuló hogy valami ilyesmit szót használtál, hogy a bevonulási lehetőség, a menza, hogy azért ez, de akkor valószínűleg benned már akkor is ez a megjelent, tehát ha a színpad, a világ mint színpad, az már akkor Igen, azért minden, hogy az ember ki akarja fejezni magát a megjelenésével is. És a, végül is ez csak, csak ennyi. De hogy hát a vizualitás az, az, azóta, meg aztán még sokkal nagyobb méreteket öltött, hogy mennyire számít minden, ami, amit a, a színpadi vagy a, a zenei dolgaimhoz kap, tehát bármilyen a, a audio dolgaimhoz kapcsolok. Úgyhogy Úgyhogy az, azt, azt szeretem de csinálni. Az egyébként nyilván hozzá tartozik meg, főleg abban a műfajban, ahol te vagy, tehát az emberek szeretnek szép embereket látni, akiknek a megjelenése is már olyan, tehát nem is lehet nagyon másképp, de amikor pislány voltál, nem tudom, hány évesen tanultál hegedűn, hogy mikor kezdted el, de elég sokáig tanultál. Hát másodikos koromban. Másodikos, tehát igen, nagyon picike tehát az, voltál. Igen. És hogy, hát hogy, hogy indult el ez a zenével való találkozás, hogy a szüleid mondták, hogy most akkor menjél szépen, itt van a egedő, ez fog meg a kezedbe, és ezt kell tanulni, vagy ezt te találtad ki, vagy közbe csúsztál rá erre az egészre, ez hogy volt? Ez úgy volt, hogy ugye pápai vagyok, és hát azóta már én ezen sokat gondolkodtam, hogy valahogy a kisvárosi létnek ez sokkal inkább egy fontos része. A zeneiskola. Uh -huh. És, az tehát egy intézmény, ez egy, ami ott... Igen, tehát hogy ez, ez nem is az, hogy persze választható, de nagyon-nagyon sok gyerek választja, választotta abban az időben. Tehát mi nem voltunk zenei általános, de az osztály 90%-a kezdett hangszert tanulni, vagy hát zeneiskolába járni. Tehát valahogy ez ott a, 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 vagy csak pápán az értékrend tartozott vagy a a, hogy kell a gyereknek zenét tanulni, tehát hogy, hogy ez ott fontos, fontosnak tartották a szüleim is, meg, a, meg, meg úgy a, a, körülöttem állók is jártak, tehát az így egyértelmű volt, hogy, hogy én is menni fogok. De én reméltem, hogy zongorázni, de, de aztán az Annyi arról embert legyúztam. ismerek, aki másik hangszert akarta, nővérem volt a legtipikusabb, aki aki hárfázni szeretett volna, de nem tudta, hogy azt úgy hívják, hanem azt hitte, hogy az a cselló. És mondta a szüleinek, hogy nagyon szeretne csellózni. Igen, Barbikám, jó. És elvitték, beiratták Szinte már nem volt visszaút, mikor először találkozott a hárfával, ami így nézett ki, és így te kellett fogni, akkor sírva fakadt, és aztán végül az kötött ki. De szóval nem te vagy az egyetlen aki félre ment, de... És hát ugye lakótelep, tehát, hogy ott... I, hát a szomszédok igen. szerethették. Mikor a hát, paraszkant tehát... el, tehát... Igen, az, amikor elkezd egy kisgyerek nyekeregni. De én nagyon kitartó voltam, és nagyon, nagyon szerettem volna jól játszani, és nem is hagytam abba a gimnazista koromig. De hát én úgy éreztem, hogy ezért nem úgy szól a kezemben. Hát hallottam, hogy hogy kéne szólnia, és, és hát nem úgy szólt. Tehát ahhoz nagyon kell kell kéz, és nem csak fül. De az biztos, hogy hogy nagyon sokat számított, tehát nagyon sokat fejlődtem, meg, meg a zenétől nem tudtam elszakadni, de aztán a, valahogy a színpadnak a, a más irányai is érdekeltek. Ugye színjátszó is voltam közben, ilyen színjátszó szakkör, meg, meg mindenféle fesztiválokra jártunk már, az általánosban is, meg táncoltam, meg jazzba lett, meg minden, és akkor ott szentesen ez nagyon kellett minden, mindenféle műfajban otthon lenni, és, és aztán az első év végén egy nyári táborban, ami ez nagyon vicces így visszagondolva, ugye tanácsi esküvőkön énekeltem, mm. ugye ez 500 forintot kaptam, érte emlékszem, lehetett választani. 500 forint? Igen. Na. Le, aztán később 800. Yeah. De 500-ról indultunk, hogy lehetett választani a, az esküvői szertartásra verset, meg éneket, és akkor ott, végülis ott alakult ki egy repertoár, és kezded el, hogy akik ilyen tanácsi esküvőkön énekelnek, ezeknek volt egy tábor. Én nem tudtam, hogy annyira sokan vagyunk, de Kézzel. Veszprémben egy nagy-nagy tábor, és ott, ott valahogy egy ilyen esti énekelgetésen én, ugye a Mária Magdolna dala volt az én számom, műsorszámom, és ott valahogy így, így ahogy rám került a sor, én ott énekeltem, és, és, és egyszer csak így megálltam a levegő, hogy még, még, egyet énekeljük, még egyet, és valahogy úgy egész este uh, én énekeltem, és már mindent a szerelem első, második, utolsó, Igen, mindenféle Igen. vérig volt, és, uh, és, akkor ott kaptam meg a telefonszámát, hogy, hogy akkor, akkor uh, kellene ezt így mederbe terelni, ezt a, az Csak, És akkor ez az volt az az élmény, az élmény mert ahogy így elmondod, ez egy nagyon erős élmény hát, amit ugye azóta is. Az Igen, ember mert ott irányít. volt először az, hogy, hogy úgy odafigyelnek arra, amit, vagy hogy hat, hatással. A hegedű vizsgán nem érezted ezt? Ott, hogy... Na, ott nem. <laughs> és zenekar, De nagyon szerettem zenekarban játszani. Harmadik hegedű, ugye? Igen. Oda kerülnek, nem annyira, vagy nem, bocsánat, nem így van, de akkor a zeneiskolában így volt, hogy hogy a, nem a legügyesebbek kerültek. Hát, a, oké, harmadik hegedűbe. a A legkevesebb kárt tudja okozni azzal a két hanggal, az a harmadik Igen. hegedűbe kerül. És... És akkor igen, de a versmondó versenyekkel, meg prózamondó, tehát ott, ott éltem meg sikert, és ezen az esten. Úgyhogy hogy úgy indultam el végül is a, a, a szóval lét és az éneklés felé. Szóval neked nem az a klasszikus indítatás történetedben, ami nagyon sok zenésznek, hogy ül a szobában, mereng, és akkor egyszer csak rájön, hogy nekem ez lesz az utam, és ugyan senki nem ismer el, de majd elfog, hogy csak... hanem fordítva volt, neked először jött a siker, és utána igen, jött a... Igen, igen, hogy ez úgy, egy úgy van érdekes egy hatás, élni. hogy úgy oda jönnek hozzám, és hogy így, így elkezdik mondani, hogy figyelj, ez nagyon jó volt, figyelj, ez... De... Máshol is fellépsz, meg, 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 meg hol lehet ez legközelebb? Meg. Szóval, hogy így elgondolkodtatod, hogy ez, meg hát nagyon jó érzés volt persze, és tudatos lettem benne. És azóta ezt ezt a fajta élményt, ez ilyen, eh, hogy, hogy látod a pályádat, az eddigi pályádat, hogy ez így töretlen? Tehát ahogy elindult, ilyen svunggal, úgy ment tovább, hogy ez mindig, mindig könnyen jöttek a, a sikerek, a könnyen jöttek a váltások? Nem, mindenért nagyon meg kellett dolgozni, de az eleje az, az könnyen ment. Tehát amikor ugye elkezdődött a, az énekesi útam Sík és ő, ő annak idején nagyon sok koncertet tartott, ahova meghívta az egész szakmát. Tehát tényleg a, a, az Orán Presszer menedzserek mindenkit, a Fészeklubban voltak ezek a koncertek, és akkor ott, bemutatkozott. A, egyébként a Cotton Club Singers is ott jött létre. Hát ott a Boldi is, a Gabi is, akkor még a Kovacs volt a negyedik, a Kovács P Péter, és... 94-ben. Igen. És, és, akkor ugye az Olgi kellett énekelni több szólamban is, ilyen spirituálékat, meg, meg, meg mindenféle jazz standardeket voltak, kották, hát ezek a nagy külföldi aranzsok, amiket kiadtak, fly me, the, fly me to the moon, meg, meg uh, Under my Skin, meg Sinatra, tehát mind, minden elérhető volt, és uh, ugye ott a, a kottatárban hozzáférésünk volt mindenhez, nekem volt egy nagy gyűjteményem, emlékszem, hogy minden szöveget kiírtam, minden kottám meg volt, van OSK vizsgám, tehát előadó művészi bizonyítványom. Ugye Kérték az... már? Ne, soha. Nekem is van diplomám arról, hogy karmester vagyok, de még soha az életben nem kérték, de nem, valahol de, megvan. De van, és ezért meg kellett tanulni, ugye a csúcsútól kezdve mindent. És amikor még csak egy dalom volt egyébként, a kiválásom után valahol egy férfi vár, akkor ennek hasznát is vettem. Tehát, hogy úgy lehetett félórás, vagy egy egyórás műsort csinálni, hogy jó, nem csúcsú, de de mondjuk sztenderdekhez nyúlnak. De egyébként az a is a kiválás után a való egy férfi vár, az egy nagyon az az egy nagyon nagyot robbant az, az a, szám, hogy van a fülembe teljesen. Meg emlékszem Igen. is rá, hogy akkor az az biztos, hogy volt lista vezető is, vagy hát, tett, Volt tehát. lista vezető, mert a, a Viva TV nagyon szerette, és ott vagy hat héten át, vagy nem tudom, nagyon sokáig volt első, és, és az, az nagyon megdobta. Még a rádiók nem játszották, mert ugye az akkori Danubius Rádió főszerkesztőjéhez, vagy szóval nem tudom, programigazgatóján nagyon nehezen ment át. És nem is a dal, hanem a nevem. Képzel, most, hogy visszatérjünk a... Már a zséda? Nem a édeni Adrián, és a, tehát a, a, még a valahol egy férfi vász single zsédeni Adriánként jelent meg, de az album már zsédaként. Aha. Képzeld el, így, így nem bajlódott a nevem kimondásával, hanem a sarokba hajította a szinglet, és akkor így azt mondtuk a kiadóval, hogy jó, akkor, akkor ebből tarulunk. Akkor igen. De, Pedig ez egy régi magyar név egyébként, tehát nem... Nincsen benne Nagyon semmi. szép, tehát nem ezt szokták meg, mondjuk megváltozni, nem, nem ilyenkor szoktak fölvenni művésznevet, hanem ha valakit, nem tudom én, Szabó, nem tudom minek hívnak, igen. tehát a Erzsébetnek akkor esetleg. De egyébként ez érdekes, hogy, hogy ugye mondod ezeket a párhuzamosságokat, hogy az egyiken elbukott, de közben iszonyú siker lett a másikon, hogy az embernek az az érzése, hogy azért te, hát ugye 94 volt a Kátánklub Singers, és azóta azért folyamatosan benne vagy a, a vérkeringésben, ami azért nagyon kevesekről mondható el, hogy ott, ott vagy, és, 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 és forogsz, és nem tűntél el, és nem tudom, hogy azért ehhez egyrészt az az érzésem, hogy nyilván ez a nagyon tudatos, nagyon aprólékos ez a maximalista hozzáállás is kell, meg azért szerencsés is kell hozzá, nem? Tehát, hogy voltak, bol, bol, van, vagy hogy érzette ezt a saját életedben, mert én teljesen kívülálló vagyok, és nem látom át. De hogy mennyire érzed szerencsésnek magad, vagy nem szerencsésnek? Szerintem késznek kell lenni, és tehát, hogy tanulni kell előre sokszor. Mert a lehetőség nem mindig akkor jön, amikor, amikor még nem tudom a dalt, vagy, tehát va, volt olyan, hogy, hogy éreztem, hogy, hogy tehát úgy, úgy készítettem lemezt, hogy ezzel a dallal még majd lesz valami, és aztán egy filmbe be is került, szóval, hogy így el kell vetni a magukat, és aztán majd majd valahol az, az szárba tud szökkenni, de egyébként is a, a hosszú táv búság híve vagyok, vagy hát az a cél, az a karrier cél is. Tehát, hogy ezt így sokáig csinálni, ameddig csak lehet. És nem akarok rohanni előre, hanem majd, amikor eljön az ideje, hát tényleg van, hogy egy dalon egy évet is dolgozunk, mert nem áll össze. Nem olyan a szöveg, nem olyan a, a hangszerelés, bár, tehát valahogy így nem, nem passzol. De igen, egy, egy nőtől egyébként így, így nehezebben fogadják el, hogy, hogy van stratégiája, tehát így jobban szeretik ha a nő az úgy. De hogy, hogy van valamiféle stratégiám rá, ami, amit majd majd így alakítgatom, hogy hogy, hogy hogy lesz az benne a teljes képben. Szerintem azért ezt most már egyre jobban elfogadják, meg nem is nagyon ismerek olyat, mondjuk én inkább az opera divákat ismerem, vagy közülük talán többet, és mindenkinél ugyanez van, hogy mert viszonylag fiatal korban nagyon tudatosak voltak abban, hogy hogyan építik fel a pályájukat, és ugye egy énekesnél az például, hogy a, a hangszerével hogy bánik, hogy mennyire zsákmányolja ki, vagy mennyire uh -huh. nem, az egy nagyon fontos kérdés, és ez egy opera énekesnél például az, hogy a repertoárt hogy építi fel, hogy mikor énekel, mit, Igen. mire mit hoz föl, mindent elvállal -e. és nagyon sok olyan ellenpéldát lehet látni, hogy valaki, mikor fut a szekér, mindent elvállal, mindent megcsinál, mindent elénekel, és bizony pár év múlva lehet érezni azt, hogy ezt a hangja nem, nem köszönte meg. Igen. És a legnagyobbaknál, akik mondjuk már, mit tudom én, bőven 60 fölött vannak, és, és még mindig ott állnak a színpadon, és csinálják, mindenki azt mondta, hogy nem vállaltam el azt, amit nem kellett akkor, amikor, pontosan tudtam, hogy mikor, mit szeretnék. Tehát, hogy enélkül a tervező készség nélkül nem lehet hosszú távú pályát építeni, és valószínűleg neked is ez, ez lehet, nem a titok? Igen, de ez nagyon-nagyon fontos, főleg egy szopránnál, hogy, 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 mit, miket énekel. És azért az én műfajomban nem nagyon lehet így ráállni egy... Nektek minden, minden kell igen, lenni egy picit. és nagyon fontos az, hogy a középlágék, tehát bármennyire is van meg a teteje, meg ugye a Katonklábban azért szopránra gyúródtam, tehát nem voltam, de, de az lettem, sőt a koloratúrák is mennek, meg, meg azóta már klasszikus is tanultam, meg meg tanulok áriákat, meg nem tudom, szóval, hogy, hogy megvan ez az adottságom, de nem akarom, nem akarok nagyon nagy hangsúlyt fektetni rá, mert a, a pophoz, meg a közép lágé kell nagyon. És, és nem akarom kinyírni. Tehát én valahogy fordítva vagyok, tehát ugye a popzenében ez a beszédszintű megszólalás ö, most a hiteles. Tehát az a ö, az, az, ö, az, szólít meg, vagy az közöl, vagy az, az egy, ö, egy természetes megszólalás, és hogyha ha nagyon sokat gyúrom fel, felé a hangom, akkor az, azon meghallom. Szóval, hogy így, igen, nekem is kell vigyáznom, de közben meg nagyon-nagyon szeretem azt is. Szóval, hogy így lavírozok, mert hogyha van egy ilyen templomos koncert, ahol lehet a énekelni, az mindig nagyon jó. a tének énekelsz? Laurettát. Tényleg? Például. Most vezényeltem Ön... a Janice kit nagyon-nagyon jó darab és a Lauretta egy kicsillan belőle, hogy ez a egy, egy órás opera, ez a Lauretta tárja egy három perces kis izé, és hogy annyira fantasztikus, hogy megírt egy ilyen sztorit végig, egy nagyon-nagyon vicces sztorit, és van benne egy darab ilyen nagyon szép, ami egyébként fontos, mert a történet ott, ott változik, vagy ott vesz egy fordulatot, de hogy, ez csak most így eszembe ötlött, hogy mindenki csak a lazettáriát ismeri végül is, ami egy aprócska kis szerete az egésznek, és tulajdonképpen a tim vagy a te is ilyen, hogy három percekre vannak. Ugye nálunk, Igen. mit tudom, állandóan egy egyórás szimfóniák, meg beszélgettünk az előbb Wagnerről, meg a Wagner operákról, hogy hat óra, meg öt órát kell végigénekelni és nektek talán pont az a nehéz, nemrég beszélgettem Per Krisztián költővel, ugye, és a költészet és a regény közt is ez a különbség, hogy ott bele kell sűríteni, vagy ott van pár mondatban, hogy, hogy a ezüstös fejszesuhanás játszik a nyárfa levelén, ez, leírsz egy olyan jelenséget, amit egyébként biológiailag, nem tudom én, vagy élettalilag 500 oldalon lehetne leírni, hogy ez miért úgy van meg a fény. De mégis tudod, vagy semmi ágán ül szívem, mindenki tudja, miről van szó. És ugyanez egy rövid dal, nem? Hogy amit mondasz, valahol érteni vélem, hogy miért kell egy évig dolgozni egy dalon, hogy az olyan, olyan legyen, és az, az maradjon. Ugye mondtuk, hogy valahol egy férfi várt, azért neked sok számod így megmaradt egy olyan műfajban, ami azért vajuk be elég gyorsan romlandó. tehát hogy nagyon, nagyon nehéz ott maradni. És hogy te hogy, hogy látod, mert azért egy szép pálya van már mögötted is, hogy, hogy hogy változott a közönség igénye, vagy mi le tudott tapogatni, hogy érzed, elég érzékeny vagy arra, hogy, hogy a közönség mit vár, ugye most erről beszéltél, hogy mi, mi a sikernek a titka, és hogy a te közönséged átalakult az idők alatt? Hú, nagyon sok mindent ö, ö, futott át az agyamon, amíg, amíg beszéltél. Ö, szóval először is, igen, ez egy, ö, 3-4-5 perces dalokból álló műfaj, de ezért is gondolkodom mondjuk egy koncertben vagy egy életműben, hogy azért abban sok minden legyen és azok kapcsolódjanak. És én tehát a zenélős koncerteket szeretem. Tehát nem ezt a tehetségkutatós vágatokat, mm. amik, amik már az is hosszú. Tehát most olvastam valahol, hogy, hogy a, a mostani generációnak, az ének, már, 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 ezek a három percek is hosszúk. Hmm. Tehát, hogy... Hát, mert a Facebook az már, igen, fél perc. Tehát meg a TikTok, meg nem tudom. Tehát, hogy... Ő, és, és ez, nagyon rossz. Nem lehet elmélyülni. Hát, hogy, hogy a, a, az én koncertemen, most ugye nyáron volt Margit sziget, tehát ott voltak azért 5-8 perces számok, és, és, én azért ehhez ragaszkodom, tehát hogy, hogy, legyenek benne szólók, legyen egy olyan intró. Tehát most már intrók sincsenek, tehát a rádiókban uh -huh. már elindul a dal és kész vagy a, 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 a Szóval, hogy azért régen voltak két perces intrók is. Szólók, szóval, szólók a szám közepén. Igen, igen, hát ez, ez teljesen eltűnt. Úgyhogy én, én azért ezt, ezt még nem, ehhez még ragaszkodom. És szerintem van egy, van egy közönség, hát egy elég nagy közönség, aki, aki ezt igényli is. Igen, mert hogy, hogy pont ez az érdekes hogy a kérdés, hogy például én, a mi műfajunk, az ugye ez egy jelentősen idős, idősödő közönséggel rendelkező műfaj, aminek sok oka van, ez valószínűleg mindig így volt, mert az embereknek meg kell érni a klasszikus zenére, stb. stb. stb de hogy egyébként is, aki ezen szocializálódott, már így öregszik. És mi keressük, hogy hogy lehet fiatalokat be, bevonni, és ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy, hogy hol, mennyi kompromisszumot teszel azért, hogy új közönséget bevonj, vagy pedig veled együtt öregszik a közönséged, vagy a kettőnek valamiféle metszete, és ez egy nagyon érdekes pont van, és szerintem ez műfaj független, hogy van egy, van egy közönség, aki rajongód, és elkezdi hozni a gyerekeit. És akkor a gyerekek is, tehát például én az első szám, amit játszottam, az egy Beatles szám volt, pedig hát finoman szólva uh -huh. már nem volt Beatles, mikor megszülettem, de de mégis, mert a szüleim ezt hallgatták, és az életemnek több fontos része lett. Tehát van egy ilyen öröklődéses, örök hogy, hogy most ez hülye hangzik, de azt el tudod képzelni, hogy mit tudom, tíz év múlva a rajongói gyerekei, akkor ö, a te számaidat, azt ugy, ugyanolyan fontos lesz nekik, mint a rajongók? Hát ez, ez cél volt, igen, hogy időtlenek legyenek ezek a dalok, meg a mondani valójuk, és, és hát én azért kis, de azért is választottam, vagy azért fontos nekem a popzene, ez a műfaj. Meg hát annak idején azért is léptem ki az együttesből, mert ugye ott, ott éreztem azt, hogy, a, a, tehát, hogy én létre szeretnék hozni ö, dalokat, zenét, és a mában alkotni. Tehát a ma eseményeire, reagálni, úgy megfogalmazni egy érzést, még hogyha már nagyon sokan is írtak a szerelemről, meg a De szakításról. Ahogy két ma... téma van csak a világon, Igen. és a szerelem az egyik. Ahogy, ahogy ma ö, szólítja meg az embereket, ma aktuális, ma érvényes. És ö, engem ez nagyon érdekel, hogy mi az a mi az a megfogalmazás szövegben, zenében, ami, ami a ma ö, az életünk zenéje. Tehát, hogyha így, így kimegyünk az utcára, és, és van velünk egy érzés, akkor mondjuk ez, ez a, mint egy filmnek ez a, ez a, ez a zenéje. Na, mindegy, most ez. Ö, És szóval én ezt keresem, meg érdekel, de, de, például a dalfutárban voltam nemrég, ami, ami egy nagyon izgalmas kirándulás volt, és hát ö, összetalálkoztam a három névstadionos az Ariánkkal, és hát nagyon érdekes volt látnia, hogy ő még ugye két generációval arrébb tőlem, hogy gondolkodik, és, és nagyon jó is volt együtt dolgozni, meg szóval ez engem érdekel, meg nyitott vagyok, meg, meg, meg szeretem azt, hogy hogy új dolgokat létrehozni. De szeretem a régit is, tehát, hogy Kicsit olyan ez, mint a mennyasszony kell, valami új, valami régi, Igen, meg valami... De hát hogy hiteles, meg, meg, meg att, att, meg valami kék, az Mert hogy, hogy mondtad, hogy olyan, mint az életed film, de hogy ez a te életednek a zenéje, tehát ugye attól lesz hát, hiteles. Hát nem benne, hogy másé is. Igen, az... de hogy, de, hogy valahol, valahol az emberek azért azt is keresik, hogy miért, miért van a bulvár, ugye miről szól, a bulvár arról szól, hogy azonosulni akar veled, meg benne akar lenni a te életedbe, meg... A... Nem, tudom, az ágyadban meg a, a, a konyhádban meg, mert mert közel akar le, mert le oda nem jössz be, a konyhám. de hogy hogy közel akar lenni és azért, hogyha, hogyha ez a személyiség szerintem benne van meg, én úgy érzem, hogy a számaidban benne van, akkor Azáltal hiteles lesz. És szerintem ez dönti el egyébként a siker a sikernek való ez a kulcs. Most elmondjuk a sikert hm. tehát a hitelesség az, hogy az tényleg te vagy, és nem, nem valamiféle. És itt van a válasz arra, amiről beszéltünk, hogy mennyire kell megfelelni a fiatal, vagy a nem tudom milyen közönségnek. Igazából nem tudod, hogy mire van szükségük, viszont egy dolgot tudsz jól csinálni saját magadat. Igen. Tehát és majd kiválasztja, akinek. Én nem ez szoktam kell. így lekutatni dolgokat, hogy most hú, régebben hallottam, hogy a Madonna mindig betesztelte a dalait a, a, a klubokban. Hát nem, még csak az érzéseink után, ami, ami nekünk tetszik, azt, azt már mint az alkotótársaimmal, aki de úgy gondolom, hogy ez, ez majd valami szépet ad az embereknek, vagy valami fontosat, abban hiszek, és akkor az, az aki állok az emberek elé. De most például készülnek új dalok, és nagyon nehezen áll össze a szöveg, tehát még nem tartok ott, hogy ezt érdemes lenne megmutatni, és ez... Uh, szóval kell, kell, hogy akarjak odaállni, és valami fontosat mondani. És voltak olyan időszakok, mert ez a kiégés történet, ez ugye mindenki be ott van, ezt nem, nem szeretjük bevallani, vagy nem szoktuk, de hogy vannak időszakok, amikor, amikor az ember úgy hogy nehéz a motivációt összeszedni. Akár arra, hogy megírjon egy dalszöveget, vagy akár arra, hogy fölmenjen a színpadra, nem tudom én abban az évben ha hogy, hogy, hogy ha ilyesmi esetleg van az életedben, vagy volt, akkor, akkor mivel tudsz ezzel ellen? Van, van valami, eszközöd, amihez ami, ami ez ilyenkor? most két dolog jutott eszembe, az egyik az, hogy ez egy szakma. Tehát, hogy, és hogyha nem vagyok olyan állapotban, akkor is tudom magam olyan állapotba tenni egy rövid idő alatt, hogy hogy, hogy, hogy kell énekesen gondolkodva lenni, és, és kizárni azt, a, ami ami éppen aznap elrontotta a kedvemet, szóval, hogy ez így, ez így nincs. Hát ott kell lenni meg kell csinálni. És a, a másik, hogy hogy én nem én nem engedem meg magamnak azt, hogy én ebben elkényelmesedjek, mert láttam olyanokat, akik akik elbizakodóak, bizakodottak vagy bizakodó voltak és azoktól valahogy valahogy elvette a az ég, nem tudom. Tehát hogy én nem tehetem meg azt, hogy én én uh, ne készüljek fel, és ne, ne adjak hálát azért, hogy, hogy, én ezt csinálhatom. Ez igenis egy kiváltság. Tehát, hogyha ha, ha nekem nincs kedvem, akkor, akkor uh, ott van más, aki majd elmegy. Tehát, hogy nekem... Szóval ezt... Na, szóval én hálás vagyok, hogy ezt... ezt uh, ez a, ez a hivatásom. És ennek meg is akarok felelni. Ez azért jó, mert én mindig azt szoktam, én erre a kérdésre, vagy magamnak azt a választ szoktam hogy vissza kell menni, amikor olyan gyerek voltál, és mm -hmm. úgy érezted, hogy ez a valami van, vagy amikor megtapasztaltad, hogy énekelj még Adrienn még egyet, még mm -hmm. egyet. Hogy akkor mit éreztél, és akkor mire vágytál, vagy mit, és kinyílik egy világ. Én úgy emlékszem gyerekkoromban, hogy amikor az ember először megérzi ezt az elhívást, vagy nem tudom használni mm -hmm. nagy szavakat, és Karinti azt mondta, hogy a pátosz a szülőatját, te marha, hogy, hogy tényleg az elhívást, mikor érzed, akkor, akkor kinyílik egy ilyen folyosó, amiben minden lehetséges. És emlékszem, hogy gyerekként ez egy akkora hihetetlen izgalmat és energiát adott, hogy tényleg minden lehetséges, és ú, még mi vár rám. És, és és ide, ide nyúlok vissza, hogy ezt a gyereket nem adhatom cserben, aki ezt ezt az utat látta, ezt a nagy folyosót, ezt a fényességet. Nem mondhatom neki azt, hogy ah, elegem van, mert ő ezt nem, ezt nem így gondolja, ezt ő nem érti. És amikor erre gondolok, akkor az azért egyrészt alázatot ad, mert azt hiszem, amit az előbb elmondtál, azt egy szóval úgy mondhatjuk hogy úgy alázat, azzal szemben, amit kaptál az égtől, másrészt pedig egy szeretet saját magad iránt is és ha már itt tartunk, mivel ez ilyen karácsonyi időszakos dolog, és ugye ez mindenki, hogy a szeretet, stb. Olyan, olyan picit olyan feketén-fehér ez a karácsony, mert ugye nagyon minden, minden dolog történik a világban, és akkor ilyenkor ne, én mindig azt mesélem be magamnak, hogy a mi szeretünk felértékelődik, mert az emberek azért jönnek el mondjuk a közös koncertünkre a kongresszusi központba, mert ö, ö, mert nem ezt kívül akarják hagyni, és azt akarják érezni, és gondolni a világról, hogy itt a szeretet uralkodik. Hogy, hogy neked így a karácsonyhoz, mik, mik kötődnek? Te is rengeteg koncertet adsz karácsony környékén, rengeteg fellépés, mindig gondolom, éve, évtizedek óta így van. De hogy a, ezeket a koncerteket meg tudod úgy élni, ahogy, ahogy mi adni szeretnénk, tehát hogy téget A karácsonyt meg tudod úgy élni, mint egy gyerek? Ö, igen tudom, hogy, 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 mi az az érzés, meg szeretem, meg keresem, meg, meg szeretném is adni. Ezért is készült 2005-ben az ünnep album szürke patással és, és társaival, és azóta vannak végül is karácsonyi koncertek. Ez a szürke patás meg teljesen része lett a, a hát karácsonyi. Hát most már igen. és nem rögtönem, tehát hogy ez, ez eltelt szerintem öt év biztos, hogy ezt úgy felfedezték, vagy, vagy tehát ez az utóbbi pár évben lett klasszikus, vagy nem tudom, tényleg használjunk szavakat, tud, hát, tudja. É, és, és, hát igen, azt látom, hogy, 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 akik egy karácsonyi koncertre elmennek, valahogy az úgy segít ünneplőbe öltözni, meg, meg készülni a, az ünnepekre. É, és hát ez egy nagy feladat. Akik eljönnek a, a koncertjeinkre, így karácsony környékén, ez egy, ugye ebben az a legszebb a készülődés az ünnepekre, és hogy mi a készülődés, a lelkünket készítjük arra a pár napra, arra a pár nap és, és hogy ebben az odavezető útban benne vagyunk, ez egy nem is az, hogy felelősség, de ez egy nagyon, nagyon, jó, nagyon jó feladat, és, és hát ugye vannak ennek, tehát a karácsonyi hangulat, abban minden belefér, vagy mindenféle szépség, meg, meg, akár túlzás is, ami máskor nem, és amit, amit nagyon szeretek, és itt lehet a, a, a tehát klasszikusabb irányzatok felé nyúlni. Tehát itt ilyenkor nagyon az én terepemnek érzem ezt, a, ezt az egészet, mert, mert beleférnek olyan dalok is, amiket még az év többi napján nem, nem énekelek, mert Hát ne, ne, nekem valahogy az jött le, hogy van egy ilyen, tehát ugye ez közel áll az egész, egyrészt az ünnep miatt is, ez tavaly is kijött egy decemberben egy, egy karácsonyi számod, vagy hát egy ilyen teles Igen. számod és hogy valahogy az én fejemben összekapcsolódtál valamennyire a karácsonyjal is ezeknek hatására. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy ilyenkor picit az ellenbulvár van, hogy nem a, nem, a, közönséget engedjük be a mi magánéletünkbe, mi megyünk be az ő magánéletükbe, a karácsonyi készszerűdésükbe, ott vagyunk, a bevásárlás és a beegvisítés közt ott van egy ilyen pillanat, és ez nekem nagyon jól esik, hogy tudom, hogy akkor ő nekik ez a, ez a klasszikus karácsony koncert, ez már egy ilyen része a, csomó ember életének, mert évek óta megy, és, és nagyon várják, és nagyon szeretik, úgyhogy nekem mindig egy különleges élmény. Már akkor is, hogy nyilván mi előadó művészként már olyankor az utolsó erőinket próbáljuk, Próbjuk, de, de mégis valahogy az olyan jó érzés ezeket az utolsó erőket itt radba vetni, úgyhogy nagyon Minden. várom a koncertet, Én is. És, és tartsd meg ezt a hihetetlen alázatot, és ezt a nagyon pontos és szeretetteljes hozzáállást a szakmához. És jó koncertet kívánok. Köszönöm nektek is. Köszönöm, Köszönöm. szépen.